Na, akkor nézzük. I want to go to the wasteland too. It means the... Így van. Jó, equip. Jó, ez aránylag szolíd. Tudom mihez képest, de aránylag szolíd. Jó. Nem mintha én ilyen nagy divat diktátor lennék, de... Na, nézzük, keresünk meg ezt a kerékpárt. Vagy motort. Ó, és ez is itt volt. Csináljuk a Find the Cat-et is? Jó. De megcsináljuk ezt. Ez itt van. Hol vannak ezek a kódok? Witcher Sense, igen. Kéne egy bejárat. Gondolom, ezt ki kéne húzni teljesen. Vagy nem. Hát itt biztos nem fér ki. De itt. De
Nem lehet kiugrani ezt a tény. Mi van a helyén? Semmi. Ki fér ez itt? Uram. Titkos van. Nem, ez itt nem fér ki. Vagy én vagyok a... béna. Határozottan nem fér ki. Ja, ide. Ez már Last of Us-ba is nagyon jól ment. Oké. Okay. Király. Most mi jöttünk ide? Mert itt egy motorbicikli. Adam, I've located the bike. I see. You must have left it behind when she ran away. And it looks to me like the drones have already picked it clean. Nothing to be done there. Keresünk meg a csomagtartóját. Mi az itt van? These kinds of trunks are usually only used by scavengers. I think this one belongs to Kaya. Good to hear. Okay, let's go ahead and get it back. Király. Ah, I'm grateful that you keep coming back to my shabby spot. Well, that's a bit of an exaggeration, I think. Oh, no. Please, go on. Kaya, this is the trunk, right? The bike isn't salvageable. It's too badly damaged. Oh, that's fine. The trunk is much more important to me. It's just, it belonged to my sister. When I first lost it, I didn't know what to do. I thought I'd never see it again. I can't believe you found it. You're amazing, Angel. It's nothing. I'm sure you'll help me later on anyway. If you ever need help again, let me know. Yes, Angel. Okay. Oh, did you see the sign? Well, not anymore. But it's No, that's... I'm sorry. That was... It's all right. My sister, she's alive out there. I know it. She'll be back soon. I have faith. Oh. Jó, testvéréről nevezte el a boltot. Jó. Csak meg akarom nézni, hogy mit lehet itt venni. That's all. Yes, I know. Hello, Angel. If my sister was here to I understand. Your sister sounds like a My sister's name is Kara. Kara, testvérem. She's strong and decisive. So I believe she's out there. She has to be. Vegyek egy új függönyt? Hát azt az a baj nem árul. De amúgy nem rossz ötlet.
a szintet akarom növelni. Oké. Hát igen, itt akkor sok mindent kell vennünk. Ez meg Bitcoinba kerül. Jó. Oké, és csak mondjuk, hogy itt fölöttem, ha emelem a szintet, akkor megnyílnak új dolgok a shopban. My comrades are waiting. I have to go. It's a good thing to have people who are willing to wait for you. All right, Angel. I'll do my best to get a hold of even more products. Thank you, Kaya. Oké, na. Küldik. Find the cat. Find the black cat in Zion. Wandering around Barry's shop. Looked tired, sick and scared. Hát sejt, Adri, most nem fogom pont... Igen, körbefotózhatnám, de most pont nem ideális. Amúgy annyira nem érdekes. Tehát egy képen meg tudnám mutatni, hogy néz ki itt ez a kis dolgozószoba. Oké, és akkor map. Shopja. És akkor valahol itt lenne egy macska. Igen, ez egy külön szoba, igen. Szóltok, ha láttok egy macskát. Patkóny az van. Ennyire szerintem nem megy el. My client's black cat, but now it's a cold, dead body. What do I do? Hát ez egy nagyon szomorú történet. Basszus. Cső, Roxanne. A bulletin board? All right then.
Roxanne. Angel, thank you so much for bringing a little bit of light into this dark alleyway. I didn't come here for your compliments. Very scary. What is it? Még gyűjtünk Bitcoint, és akkor utána. Jó, na mi van még? Igen, itt kell a Credo-be megnézni, hogy mi van a kliens... Client. Az ügyfél feleségé... Kliens? Az ügyfél feleségével mi a helyzet? Hair salon unlocked. Jó, akkor ezután lehet változtatni máskor is. Jó. Na hol van ez a küldi? Aha. In the cradle. És oda még be tudunk menni? Itt vissza kell mennünk. Jó, nem baj, visszamegyünk akkor. De szeretnék házi állatot. Itt nincs. Oké, nincs festre. Szavaztok. Én kutyát szeretnék. Most nem olyan helyen vagyok, hogy ezt megtehessem. Ez a Cradle. Kutyát? Hát mindegy, alapvetően, mármint nyilván valami kedves kutyát. Nyilván várjatok. Sleep mode is activated, and only the necessary functions required for minimal life support are running. Energy is needed for physical activation. A message from the sleeper. Don't come looking for me. Run away, you idiot. Én kedves. What's this message? Jó, visszamegyünk, leadjuk. Csak azért már most ez a leggyorsabb, de lehet, hogy a következőket majd így becselve csináljuk. Jó, ez is megvan.
Jó, és akkor van még kettő. Ránézünk, hogy... Oké. Find Aaron. Oké. Ezt bekövetjük, ez a Wastelanden van. Ez meg Solve the Puzzle. Néztük már múltkor. Jó. Nézzük meg először Aaron-t. Azt mondom. Szóval, milyen kutya, hát igazából most így hirtelen, ami eszembe jut, egy Dachshund törpetacskó, igen. Azért nyugis, kicsi, van benne stamina, tehát el lehet vele menni akárhova. Aztán, ha elfárad, akkor be lehet tenni egy hátizsákba. Egy nyugis, na hát most nem olyan, mint egy husky. Na, úgy értem, hogy... Tehát nyilván jön, megy, meg csinálja a dolgait, de... Na. Aztán, persze jó lenne, hogyha... lenne husky is, én azt is szeretnék, csak tudom, hogy egy év vagy két év után agyfaszt kapnék. Még lehet, hogy hamarabb is. Én arra emlékszem, hogy erre jöttünk múltkor, csak nagyon gyorsan meghaltunk. Korgi? Hát egy korgi is, persze, az is aranyos, csak rohadt drága. Ausztrál juhász, ha? Hát igen. Szóval a korgi, vipet, nagyon kis kedvesek. Egy kis vipet.
Please do not damage or steal any scraps. Gyurika volt a korgi korcsod neve? Jó. Ne lopjunk el semmit. Oda kéne föl menni. Nem erre. Hogy kéne oda följutni? Hát nagyon sajnálom sejt, Adri. Sajnos a kutyák ilyen nem sokat élnek, mármint relatíve. Nem annyit, mint egy elefánt. De jó, mindegy, egy kutyát azt nagyon szívesen tartanék. Csak tényleg ez a gond, hogy jelenleg azt mondja, in combat. Az igen. Szóval, ahol most lakom, az nem igazán, nyilván egy lakásban lakok, tehát ilyen nagy testű kutyát én nem szívesen hoznék. De amúgy se hozhatok. Tehát a szerződés szerint no pets. Amire mondhatnám azt, hogy úgyse derül ki. Főnököm mindig ezt mondja, hogy nyugodtan vegyek, mert úgyse fog kiderülni. Csak ha meg kiderül, az elég kellemetlen. Mi van? De nem találom itt most a utat. Arra fölfele. Futunk. Cső. Nem jó. Talán nem jönnek. Én mindig mondom a kollégáknak bent, hogy egy ilyen emotional support dog kéne. De jött. Ugye nekik a tehát PHD hallgatók amúgy is mindig stresszelnek mindenen, hogy így hordanám be az irodába. Aztán aki olyan maga alatt van, vagy ilyesmi, játszik vele egy fél órát. Hát itt mi történt? Albert.
az a tervem, hogy megépítsem a legnagyobb boltot Zionban. Nagyon támadni nem bűn, ugye? Nem tudom miért, de lelőjük őket. Ó. Oh. Ő pedig Aaron. Orkal is a fake prophet. Aaron's Locker. Oké. Okay. Fölírtátok? Na, és akkor most... most már visszamegyünk. Azt a... puzzle-t nem fogjuk tudni most megoldani. Hát, sétadni én nem vagyok benne biztos. Hogy egy ilyen support dolog nem segít. A bulletin board? All right then. Szerintem segíthet. Kaptunk 2 bitcoint. Ó, és itt van új. Elvesztett egy naplót. I look forward on my way to the wasteland. Fölvesszük. Elveszett feleség. Donna. That's unfortunate. Should I help? Jó. Nézzük meg, hogy ezek hol vannak. Ez itt lesz közel. Tényleg, hol van az a locker? Egyébként. Mindegy, majd ha belebotlunk egy ilyen lakerbe, akkor majd megpróbáljuk kinyitni. Nem emlékszem, hogy hol voltak. Azt tudom, hogy itt volt egy pár, csak nem emlékszem, hogy hol. És akkor valahol itt van a napló elvileg. Oh. Is this it? It was submerged for so long. I wonder if it's still functional. I should check it out. Okay. Egy humanoid méd és valami árnyék fickó. Árnyék illető, mert nem biztos, hogy fickó. What is this? The identification codes match. Nem, még nem megyünk.
Jó, nézzük meg akkor a másikat is. Az alaksorban? Hát ilyen raktárszerűségek, ami, hát amikor én legutóbb voltam 3 vagy 4 éve, akkor ilyen írdatlan mennyiségű szeméthegyek, tehát ilyen kiszuperált PC-k, dobozok rengeteg, nem tudom, hogy azóta azt így kitakarították-e, gondolom. Ó, csak ide kell jönni. Oké. Amanda's memory. Chris's obsession is getting worse. Should I tell Donna? What if Donna gets hurt? Hívott, találkozni akar, el kell mondanom neki, mert túl késő. Ez Amanda memorisztikje volt. Ez pedig Donna. Jó, ezek megölték egymást konkrétan. So sad. Valami félreértés történt. Milyen volt az egyet ott dolgozni? Hát, igen. Vegyes érzelmeim vannak, maradjunk annyiba. Egyre inkább csak a jóra emlékszem, de... This facility is in need of repairs. Anyway, it should be useful in understanding the current status. De. Oké. Egy végtelen mennyiségű mellé küldi. Overclocking brain. Ez miért diffused? Nem akarja csinálni. Okay. Chase Adri, ez egy fura dolog, hogy megérte. Ezt megcsináljuk, aztán megyünk tovább a főküldivel. Nyilván olyan értelemben megérte, hogy igyekeztem mindenből tanulni, ami történt. Mert... mert amúgy sok mindennek nem lett volna sok értelme. Hát nehéz néha értékelni a történteket nyilván. Azért sok idő eltelt már. És nyilván azért én is már sok mindent máshogy csinálnék, ha újrakezdhetném. Tehát ha lenne lehetőségem újrakezdeni, sok mindent másképp csinálnék.
De nyilván ez nagyon ilyen feltételes dolog. Mert nincs lehetőségem újra kezdeni. De ja, sok mindent nem úgy csináltam, ahogy kellett volna, nem úgy csináltuk, ahogy kellett volna. Vettük fel itt a kargót, akkor... Na mindegy, szóval sok mindent másként csinálnék. De nagyon sok olyan dolog volt, ami nem rajtunk múlott. Tehát amivel, amit hiába akarnánk máshogy csinálni... Nem menne. It's empty inside. Is it being used to bait me? Üres. De fura. Ja, az online órákat nagyon élveztem, az... Igen, kezdjük a jóval, persze. Azokat én nagyon élveztem. Én... Lehet, hogy furán hangzik. De én a Covidból, így utólag, persze. Szerintem többet vettem ki, mint úgy az átlag. Nyilván az sokat segített, hogy hála az Istennek, akkor nem lettem beteg. Persze kijöttem Londonba, egyből elkaptam. De akkor nem voltam beteg, ugye? Meg egy szerencsére a környezetemben se senki nem betegedett meg. De én azért ott tényleg örültem, hogy ezeket az online órákat elkezdtük és csináltuk, és Twitch-en csináltam, nem Twimsen, meg Zoomon, meg ilyesmi, hanem itt Twitch-en. Azokat én nagyon élveztem. Kurva sok meló volt vele, mert tényleg azt úgy összerakni az... Tényleg sok meló volt, de végül kifizetődött, és tényleg nagyon élveztem. Munkás volt nagyon. És ez most nem feltétlen, és az, hát most mondhatod, hogy apró része, de azért az sokat számított, hogy azt egyáltalán nekünk megengedték, hogy csináljuk. Nem mint hogyha egyébként akkor beleszóltak volna, hogy... Tehát akkor már nem szóltak bele, nem tiltottak le minket dolgokról. Nagy részt. A Twitch monetizációról most ne beszéljünk. De ja, akkor azért az jó, hogy tudtuk csinálni. Nem erre kell jönni, de megnézem már, hogy itt mi van. Egy horgásztó. Voltak egy kedvenc hallgatóim? Hát, ezt ilyet nem... én ilyet sose tartottam nyilván. Kedvenc hallgató. Meg amúgy is, hát a legtöbben legfeljebb egy évig voltak. Talán másfél.
évig voltak nálam hallgatók. Nyilván azért az persze az már nem elhanyagolható idő nyilván, de mondom, kedvenc hallgatóm nekem nem volt. Én igazából minden hallgatót ugyanúgy kezeltem. Nyilván voltak, akik kicsit nehezebb esetek voltak, és nem feltétlenül szakmailag gondolom, hanem... Na, értitek? De mondom, amúgy nem különösebben tartottam így nyilván, hogy jobbak, rosszabbak, mármint ilyen személyes preferencia szempontjából. Olyanokra emlékszem, akinek kicsit tudtam, hogy több idő kell, meg volt, akinek kicsit könnyebben ment. De kedvenc hallgatom nekem nem volt. Igazából soha. Na, itt ezeket rá lehet toligatni a helyre. Úgyhogy most rátoligatjuk őket. Mondom, az e-sportos időszak is fán volt. Ott is tényleg nagyon sok munka volt vele, de jól szórakoztam azért ott is. És most nem azért, mert hogy sokat játszottam volna, mert szerintem nem különösebben játszottam sokat. Arra azért nem nagyon volt sajnos idő. Nyilván kellett volna valószínű többet. De mindegy, ott is... Ott is azért rengeteg embert megismertem. Tényleg, akik nagyon ilyen... tehát sokat adtak hozzá a tapasztalataimhoz, meg úgy... Na mindegy. Tehát tényleg az jó volt. Ez mi? Egy latte. Külföldi hallgatókkal mennyivel nehezebb? Hát... ez jó kérdés. Különösebben nem mondanám. Ide majd visszajövünk, mert itt majd lehet horgászni. Mert hogy ebben a játékban lehet horgászni. Csak mondom. Erre kell tovább menni. Following the path, and you'll see Altus Labor. Nem tudom, stopcsolos, megmondom őszintén. Nyilván ott annyi, hogy kicsit olyan vegyesebb háttérből jöttek a hallgatók, vegyesebb oktatási rendszerekből. Nagyon sokan jöttek ilyen magán tanulóként, tehát akik majd, hogy nem egész életükben magántanulók voltak. És nyilván ők velük egy kicsit nehezebb volt, amit én nehezen tudtam megszokni, hogy ők nem nagyon jártak. Tehát nem pontosan jöttek órára, meg ilyenek. Tehát ilyen, mit tudom én, 40 perc késésebb odaértek. Nincs még horgászbotunk sedit adni, úgy anélkül elég nehéz. Nyilván ott... a vizsgáztatás is egy picit máshogy volt általában, hát nálam nem, mert én nagyjából ugyanazt kérdeztem mindenkitől. De nálam azért nem volt olyan nehéz felkészülni.
new mission. Lehetetlen a küldetést elvégezni. Szedd össze a megmaradt embereket és... vonuljatok vissza. Túl kell élned, ez parancs. Well. Hát ez... What on earth are you doing here? Ah, it was you, Angel. Phew. I'm here on the Prophet's orders to inspect the plant and other facilities. I was about to head back, but I saw all these monsters. I barely managed to hide here. You already saved my life, but can I ask you a favor? Did you see a sentinel on your way here? No. You're the only person I saw. The thing is, a sentinel accompanied me here as a bodyguard. He shoved me in here to protect me from a Nativa, before running off to fight it. I can't just leave without him. Wait here. I'll look around. Thank you so much, Angel. His name is Go. If he's alive, he should be around here somewhere. Okay. Egy küldi sentinelt keresünk. Ránézek, hogy ide kéne eljönni. Hát ez nincs messze, akkor nézzük meg. Vissza kell itt jönni. Nem emlékszem se itt Adri, de még arra sem, akit említesz, hogy beköpött a dékánnál. Nem nagyon volt ilyen. Ja, ide kell bejönni a tóhoz. De itt nem volt senki. Lehet, hogy a víz alatt. Hát nézzük meg. Aha, ott lesz. Go memory. I think this has to be the Sentinel. Must have lost his footing while fighting off the Nativa. May your memories live on forever. Menjünk vissza Johnnyhoz. Érdekes, hogy lehetett menni tovább lefele. Igen, sejtetni, arra igen, így már emlékszem, jajam. Hát, az nem különösebben érdekel, tudod, én a szabályzat szerint kell, hogy eljárjak. Nyilván vannak dolgok, amiket lehet rugalmasan kezelni. Meg volt olyan, aki próbált így a hökön keresztül izéni, hogy na, intézzük már el, meg így úgy amúgy.
láttad, én nekem ez ilyen izés volt, hogy... Különösebben nem érdekel. Angel, you're back. What happened? Any luck finding the Sentinel? He died in battle. I see. So he died for me. We both knew this was a dangerous mission, but may his memories live on. Forever. Well, at least I completed the Prophet's mission. That's a relief. Angel, feel free to use the elevator over there. I repaired it. Okay. Then I'll get ready to head back. I will bring back the memory stick of the friend who died helping me. Good luck. Cool. Na, és akkor tényleg menjünk tovább. Csak leülünk. Hát, sejtad, én igyekeztem, igazából különösebben nem csináltam semmit. Csak figyeltem arra, hogy... hogy amennyire lehet korrekten járjak el mindig. Aztán... általában sikerült. Exospine. Okay. Ja, amúgy az oktatást szerettem. Igazából rengeteg idő elment vele meg. Tudom, hogy nagy részt haszontalan már így a akadémiai karrier szempontjából. Főleg ennyi, mert még egy kicsi az, az oké. Okay. Nézzük, de ez a kapu szerintem zárva lesz. Igen. Hopp. Crops die in the winter. Indeed. Oké, okay, tehát most a földön tél van, és ha jön a tavasz, majd minden rendben jön. Nyomasztó ez a játék, azért meg kell, hogy mondjam. Ez a sok halott. Ezek a nightibák mindenkit megöltek. Szóval ennyi oktatás az nem szerencsés. De hát ugye az IKE az tudjuk, hogy Teaching Focused Egyetem. Borokat kell ölnünk 10-et. Ez az egyik küldi. Oké. Okay.
Kertészkedésről videójáték? Bodycore! Ajj! Kaptunk max HP növelőt. Király! Oké. Na, szóval az IK az ilyen teaching focused kar. De szerintem úgy nagy részt az egész egyetem, hogy én gondolom, talán az orvosi, ami kicsit kivételez alól. Tehát nincs ezzel gond, ez ilyen. Na nézzük, mit lehet itt kezdeni. Oké. Jó, ezt még mindig nem tudjuk fejleszteni, még kell egy ilyen extrém nano element. Oké, protection impact. Increases enemy's field of view as a camouflage. Increases melee attack power by upon a successful execute. Okay. Increases the max capacity of all owned and owned. Hát nem sokat lövöldözünk. Jó. Okay. Hol vagyunk? Oké. I can see the entrance to Altus Lavoir. Are we going to need a security code? No, but getting ourselves inside might prove to be a bit of a challenge. Huh? You'll find out. Szerintem kinyitom azt a kaput. Nem, nem nyitom ki. Outsider. Who are you? I'm Royalguard Quiel. I'm under direct orders from Oracle to protect the ruins. Do you know this is a restricted area? Wait, but we are here to do a favor for Oracle? Even so, I can't let anyone in who isn't qualified. Qualified? If you manage to defeat me, I'll let you pass. Well, if that's the case, that can be done. Oh shit. Semmi baj. Még lehet, hogy a skill pontokat lassan el kéne költeni. De nem baj. Halt, outsider. Skip. Huh? Who are you? I'm Royalguard Quiel. Do you know this is a restricted? Wait. Even so? I can't qualified. If you manage to defeat me. Well, if that's the case. Oh.
Mi ez a VV fan? Oh! Revival Stone. Halt, outsider. Who I'm Rhaegar Creel. Do you know the assembly to ask keep Penny? Wait. Even so, I qualified. If you manage to defeat me. Well, if that's the case. Very good. Indeed. I underestimated your ability to fight on equal footing with the Alpha Natiba. It was an honor to spar with you. We can enter now, right? We could check Adam through. Yes. Altes Lavoir has been contaminated by Natibas for a long time. No one has ever made it back alive. However, with you, I have hope. Cool. Kinyitom azt a kaput. Kapu nem maradhat csukva. Na, és akkor ide jövünk. Eidos. The blade stopped working all of a sudden. The drone scan isn't working either. Hold on. This is bad. There's an unusual electromagnetic security field disrupting the system. There should be Natibas around here. Equipping the drone is still possible. Same goes for shooting at range. I guess we should thank Lily for that. Oh, Lily doesn't care. Entering now. Az remek. Kutató laboratórium. Ez az. Na, ha valakinek egy jó absztrakt kell, vagy egy konfi plezi, az szóljon.
From the outside, the ruins looked old. But inside, it looks so modern. Something about this feels off to me. The time period doesn't seem to line up at all. I feel the same. Nem prezentáció lesz se Italy a Confin, hanem poster. Poszterre kaptunk felkérést. Nem konfi lesz, nem prezi lesz. Nem csak poster. Purification Scanner. Hack. On the floor. Step back. There's a rope in front of you. De a poszter is megy majd ki persze a disk. Humanity Liberation Front. Érdekes. Mindig szóval ki fogom tenni a posztert is persze. Meg majd küldöm a linket a Open Review-n. Csak még egy-két nap kell, még befejezzük a cikket. De küldöm majd mindenképpen. That's one way to greet people. Off, so what it is. Ooh. Wow, this place is filled with capsules. Mennyi csöves erősítő. Was it a research facility? Vagy egy erőmű. Szóval pont ma vettem meg a repjegyet, meg foglaltam le a konfit, vagy regisztráltam be a konfira, meg foglaltam szállást. Úgy fogytak a hotelek, hogy csak na, mondom, akkor minél hamarabb elintézzük. Főnökkel már megbeszéltem, kifizetnek mindent, úgyhogy... Az igen. Nem jöttem meg. Megyek nyaralni? Nem, konferenciára megyünk. Topsoros, még egy pár napot kérek a paper kapcsán. Most csináljuk a javításokat. Tényleg egy pár nap kell még. Föltöltjük. Nem tudom, hogy ők mikor teszik nyilvánossá. Szerintem... Nem tudom. Elvileg az Open Review az a konfi előtt...
Nem tudom, mikor nyílik meg, megmondom őszintén. De amint nyilvános, teszem ki rögtön Discordra. Igazából simán föltettük volna amúgy Archive-ra is. Szóval simán föltettük volna Archive-ra is, csak úgy voltunk vele, hogy úgyis Open Access a... Tehát maga a konfi kiadvány is Open Access. Akkor minek tegyük fel? Próbálok rájönni, mit kell csinálni. Mondom, nem visszafele kell menni. Miért kéne visszafele menni? Travel to the next area before the gate closes. What gate? Oh, itt a gomb. Jó. Ez nagyon nehéz volt. Be opened with the remote panel. There should be one in the control room. Itt van egy ilyen remote panel. Bitty. Format C. Let's head to the gates.
Sector A7. Vagy sötét van. Maybe the pattern under your feet is a hint. Maybe the pattern under your feet is a hint. Háromszögkör X-négyzet. Maybe the pattern under your feet is a hint. De ezt mindig elmondja. Oh shit. Maybe the pattern under your feet is a hint. Pattern under your feet is a hint. Is a hint. Pattern under your feet is a hint. Nem tudom a végén miért ugrottam. So close. Maybe the pattern under your feet is a hint. Great. Let's move to the next area. Fucking hell. Jó. Na. Szerintem itt ma megállunk, mert kezd beesteredni. Folytatjuk majd innen. Hamarosan. Talán a hétvégén, de a hétvége az bizonytalan, most szünet van írva. A heti menetrendbe, de elképzelhető, hogy lesz stream, ezt majd a hét további részében mondom. Ami tuti, az az, hogy hogy holnap lesz. De hogy a Stellar Blade-et mikor folytatjuk, azt nem tudom, de fogjuk.